pásztor. A mi szolgáltatásunk, ez egy böngészőből elérhető szolgáltatás, amit röviden úgy szoktunk jellemezni, hogy megmondjuk, hogy mit gondol az el gyakorlatilag a termékekről, a brendekről, vagy akár elemekről is. És magának a rendszernek igazából az a különlegessége, hogy próbáljuk közel valós időben megtalálni a webben keletkező új tartalmakat. Most még csak magyar webről beszélünk, egy ropogó startup vagyunk, és ezt pedig szövegelemzési módszerekkel könnyen értelmezhetővé tesszük a felhasználók számára. Az egyik legfontosabb újítás, amit mi alkalmazunk, hogy a webes véleményeket összefoglaljuk egy vélemény árfolyamba, és ezzel könnyen nyomon lehet követni, hogy mit gondol a web rólunk. Ez egy olyan egyszerű árfolyam, ami azt szerint alakul, hogyha pozitív tartalmat találunk, például az iPhone-on, akkor növekszik, ha pedig negatív, akkor természetesen csökken. De az, hogy ideig eljussunk, az azért elég sok előfeldolgozási lépésen keresztül kell menni. Amit most elmondok itt, az egy lineáris folyamat lesz, nyilván ez a valóságban ez többszörösen párhuzamosított rendkívül bonyolult dolog, de a mai előadás miatt ezt most így fogom bemutatni. A tartalmak letöltése, amikor egy flowert épít az ember, ugye az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban le tudjuk tölteni a tartalmat egy adott URL címről. Igen, de itt jön be rögtön, hogy kezelni kell a timeoutot, tehát nem válaszol a szerver, kezelni kell azt, hogyha rossz URL, rosszul formázott URL címet találunk, és ami az egyik legérdekesebb probléma volt, amikor fejlesztettük a crawlerünket, vannak olyan oldalak, amik végtelenül generálnak tartalmakat, tipikusan belefutott egy ilyenre a keresőnk, hogy a szolnoki szállás.lap.hu-nak egy bannerja végtelenségig generálódott, és mi nem értettük, hogy miért nem tudtuk tovább, úgyhogy erre is figyelni kell, hogy valaki ilyesmivel foglalkozik. Ezt követően, hogyha letöltöttük a weboldalt, nyilván fel kell dolgozni, ki kell gyűjteni belőle az URL-eket, ezt később be tudjuk járni, illetve meg kell szerezni a tartalmat, de már itt el kell kezdenünk egyébként kiszűrni a felesleges HTML elemeket, majd pedig nyilván a megtalált linkeket beilleszünk az adatbázisba. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a mi keresünk itt már kategorizálja a weblapot, 13 különböző médium típus határoztunk meg, egy ilyen adatbányászati saját kutatás alapján, ahol egy viszonylag egyszerű szabályokkal elég nagy kifejezetten jó pontosságra meg tudjuk határozni, hogy ez az oldal egy cikk, vagy éppen egy olyan blog, amit lehet kommentelni. De miért fontos ez? Azért, hogy egy olyan cikket, amihez nem lehet kommentet írni, nincs értelme újra megnézni. Viszont egy olyan blogot, ami frissülnek kommentek, annak az URL-jét bizony ismét meg kell látogatni, és nagyon fontos, hogy mennyire forró az a topik, úgyhogy ezt is meg kell határozni. Mondjuk, hogy ezek már megvannak, most már egy másik elemet megyünk tovább, ez az úgynevezett tartalom előfeldolgozó, amikor is konkrétan már minden kvázi nem fontos, hogy kiszedünk a weblapból. Tehát kiszedjük a bannereket, kiszedjük a top 5 legolvasottabb cikket, a felvett ajánlót kiszedjük az index cikkekből, hogy tényleg csak a kiúrt tartalom maradjon meg. Miért nem csináljuk ezt egyszerűen úgy, hogy szépen kiszedjük a HTML-tegekről lévő szöveget? Azért, mert a megjelenítésnél fontos, hogy ők valamit táblázatba írtak, hogy valahogy formáztak, és ezt mi is meg tudjuk tartani. És ezt követi a HTML oldalnak a feldarabolása. Ez megint egy nehéz feladat, mert ugye például a című portál címlapoknál mi feltartjuk ilyen című egységekre azt a portált, hiszen az is nagyon fontos. De megint másképp kell egy fórumot feldarabolni, vagy másképp kell egy olyan blogot, amihez van 20 hozzászólás, de ezt mi mind külön szövegegységként kezeljük. És nagyon fontos, hogy minél meg kell tudunk állapítani, hogy ez mikor keletkezett, mert akkor tudjuk ugye az elején is bemutatott vélemény árfolyamban összefoglalni ezt a dolgot. És ez is egy igen nehéz feladat, és még csak ekkor jutottunk el odáig, hogy akkor szövegelemzés, nyelvfeldolgozás, a saját szótövezőnkkel elemezzük ezeket a szövegegységeket. Így már viszonylag könnyen el tudjuk dönteni, hogy mondjuk az iPhone szó a szerepele, hiszen ugye az iPhone-nal volt csináltunk már iPhone, tehát tudjuk, hogy ez szerepele a szövegben, és ezt követően meg tudjuk a polaritását automatikusan határozni. Ennek az algoritmusát is mi értjük meg, ez a legfontosabb magyar nyelvek készül. Ez ugye azt jelenti, hogy meg tudjuk mondani egy szövegről automatikusan, hogy ez pozitív, negatív vagy semleges. Sőt, ezt is egyébként egy ilyen automatikus skálán. És ha mindezzel megvagyunk, akkor rendkívül fontos, hogy ezt még jól meg is tudjuk jeleníteni azoknak, akik ezt használni szeretnék. Le tudjuk kérdezni az aktuális vélemény árfolyamot bizonyos termékekkel, meg tudjuk
vizsgálni a megoszlását az említéseknek, ezért itt most egyébként Dani adatot még, meg tudjuk vizsgálni azt, hogy konkrétan mit jelentek meg adott időszakban, és egy olyan meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a vélemény elfolyam hogyan alakult, ami szintén beletettünk a rendszerünkbe, hogy nem mindez, hogy például egy kampány előtt, vagy egy kampány után nézzük meg a vélemény elfolyam alakulását. És gyakorlatilag így dióhéjban elmondásra a rendszerünk, hogyha bárkinek további kérdése van, akkor ezt bármi szeretettel akár a most következendő percben, akár pedig később részben van. Köszönöm. Szigorú formátumokat tartalmaznak kérdéseket.